igazi birkózó család vagyunk, gyakorlatilag a családban mindenki birkózott valamennyi ideig. Nekem nagypapám volt a nevelőedzőm, mai napig is 80 évesen edzősködik, tehát nekem innen jött a birkózás. Gyerekkoromban, amíg másik gyerek a játszótére játszott, én a birkózóteremben jártam le mindig játszani, és végül is ott maradtam. A test elleni küzdelem az nagyon megfogott benne, hiszen tényleg aki így győz, az tényleg az a legjobb. Az ész is dukál a küzdelmekbe, ugyanúgy, mint az erő is. Tehát egy rendkívüli összetett sportágról beszélünk a birkózásba. Ezt az érzést, hogy lebírja valaki győzni csak az erejével és az eszével a másikat, ez fog meg a birkózásban. Gyerekkorom óta vezérel az, hogy győzni szeretnék, hiszen 91 végén kezdtem a birkózást 4 évesen. 92-ben, amikor a barcelonai olimpiát néztem, akkor Repka Attila és Farkas Péter győzött, olimpiai bajnok lett. Én azóta olimpiai bajnok akarok lenni, és ez vezérli mai napig is az életemet. Nagyon örültem ennek a londoni bronzéremnek is, hiszen tényleg első olimpián bronzéremet tudtam szerezni, de úgy gondolom, hogy az igazi nyugalmat egy olimpiai aranyérem hozhatja meg. És tényleg ez a mai napig ez vezérel a szürke hétköznapokon, ez visz túl. Tehát én tényleg ezért bármit képes vagyok megtenni, nyilván a játékszabályok betartásával, de engem a győzelem, ami vezérelt és megfogott gyerekkorban is a birkózásban. Megbirkózom valamivel, birkózok valamivel, az ókortól ered, és tényleg olyan tradíciókra nyúl vissza, hogy a birkózás mindig benne volt az emberek életében.